Na, még nem vagyok tök utolsó. Jó van, gumik is hidegek, ez az. Ne, be fogja tenni. Be fogja tenni mellém, ez biztos. Közbz meg. Sziasztok! Számomra a második héttel kezdődött el a 2021-es harmadik szezon az iRacing-gel, az egyik kedvenc pályámmal, Spával. Kifejezetten az volt a célom, hogy egy 3 számjegyű iRatinget farmoljak össze, ehhez 3 futamot terveztem menni, végül csak 2 jött össze, de legalább azokon 2 csapattársammal, Alexander Spetzel és James T. Armstronggal versenyezhettem együtt. Lássuk, mi történt ezen a 2 futamon. Catch me when I fall. Na hát azzal kezdődött, hogy a futam előtt az időmérőn nem értem fel a második körömre, ami a gyorsabb lett volna, így a végén kidobott az iRacing. Hátulról indulva kezdtem, ráadásul itt a rajtnál össze is akadtunk egy picit a kollégával. Az volt a terv, hogy még az első körben előre jövök, Alex és James mögé, de a turbulens levegőben autózva átvágtam a radiliont, ami miatt kaptam egy slowdown. Emiatt félre kellett állnom a lökomb után 2 is, elment mellettem a teljes mezőny, és még egyébként utána be is pakolták a pulyomban, úgyhogy innen indulhatott meg majd a felzárkózásom. A felzárkózás hatékonyan sikerült, a negyedik helyig jöttem előre, sajnos a harmadik helyezettet már nem sikerült elkapnom, nem volt elég idő és nem volt forgalom sem már, hogy kicsit csökkenjen a távolság kettőnk között. Sok mindent elvittem tanulságként, a második futamon mindenképpen Alex és James mögött szerettem volna végezni, nézzük, mi történt ott. Mint láthatjátok, szerencsétlen James-et rögtön a rajtnál kiütötték. Én pedig eltökéltem, hogy az első kör végére Alex mögött leszek, nem kellett ennyit várnom. Viszont ezután csendesen telt a futam. Egészen 2 körrel a vége előttig, amikor szerencsétlen Alex az érről kiesett. Így az ölembe hullott az első hely, és a maradék másfél körben már semmit nem kockáztatva nyertem. A célomat elértem, 109 iRatinggel és 4.99 safety ratinggel távozom Spából, a következő megálló Monza. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel, én Szabi voltam, sziasztok!